Köszöntöm a Farkasverem hallgatóit, mai műsorunk vendége, Ötös István történész a Nemzeti Emlékezet Bizottságának, a műsor fő támogatójának a tagja. A mai témánk, ami nagyon pörög mostanában, Magyarország középhatalmi státusza. Ez álom vagy valóság, erről folyik a vita. Hát az álmodója az komoly ember, hiszen a miniszterelnök az évvégi vacsoráján a Szél Kálmán alapítványnak vezette ezt elő. Én nem akarom magamat ilyen különleges státuszba föltolni, de ez Orbán Viktortól nem új gondolat. Én körülbelül három éve hallottam egy nagy előadást tőle köcsém, ahol nagyjából ezt adta elő. Tehát azért mondjuk így, hogy érlelődik ez a gondolat. De mit is jelent az, hogy középhatalmi státusz? Te szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. A helyzet az, hogy ugye rögtön, rögtön elkezdődött a cirkusz, hogy akkor ez ilyen nincs, és akkor merjünk megint kicsiknek lenni. A helyzet az, hogy először is definiálni kellene azt, hogy a középhatalmi státusz az mit jelent mert ugye abban a pillanatban, amikor ez a kijelentés elhangzott, és egyébként ebbe teljesen egyetértek, hogy hát már évekkel ezelőtt a miniszterelnök úrnak voltak nem csak köcsén, de másod is olyan megjegyzései, a fölvázolt egy ilyen típusú, vagy ilyen irányba haladó koncepciót, hogy mit tekintünk középhatalomnak most, ez, ez tulajdonképpen regionális szinten van elgondolva, Ö, tehát messze, hogyha van a, vannak a globális nagyhatalmak, jó, Kína, India, az Egyesült Államok, ezek a globális nagyhatalmat, nyilván nem, nem erről beszélünk. Oroszország. Ma, Oroszország ö, Or Törökország, ha már, ha, már, ha már szűkítjük a teret. Ö, hanem arról van szó, hogy van, kérem szépen, egy közép-európai térség. A közép-európai térséget az történetileg földrajzilag szétválasztja az északi Kárpátok. Most hagyjuk egyenről a keleti felét, hogy azzal, ami van. De gyakorlatilag geográfiailag ez, ké, ez egy kettős tér. Van az északi része ennek a történetnek, azt nyilvánvalóan Lengyelország fogja uralni, mert ennek a centruma, ennek az északi közép-európának, ez valójában a Balti-tenger, most az abban, hogy rádióban beszélgetünk, hogy nehéz ezt így elgondolni, de van a balti tenger. A bízunk a magyar történelmi tanításba, hogy tudják az emberek, hogy hol van. Szerintem a mi hallgatóink azok fog, fogják tudni ezt. Ugye ennek az északi részén két meghatározó ország, vagy két létező ország, Svédország és Finnország, a déli részén Lengyelország. Teljesen nyilvánvaló, hogy Lengyelország ebben az északi, balti tengeri centrumú térségben egy meghatározó hatalom. Na most ez olyan érdekes, ma történetleg nézed a dolgot, akkor Hát ugye lehet azt tudni, hogy a balti térségben, amikor még a svédek nagy hatalom voltak, vagy pontosabban középhatalom voltak, akkor pont a balti térségben ö, nyomultak, ott, 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 ott folytattak háborukat, ott ö, próbáltak területeket szerezni, ott, op, ott próbáltak politikai pozíciókat szerezni, pont a lengyelekkel volt nagyon sok ilyen vitájuk. Tehát gyakorlatilag ebben a, a, az a tér, amit éjszakon, Kárpátoktól északra van, ott nyilvánvaló, hogy Lengyelország lesz a, a, a középhatalom, egyszerűen a méretéből fakadóan. Na most egyébként a Svédországban nagyon sokaknak nem tetszik. Tehát ez itt vannak vannak kódolt konfliktusok még ebben a, az európai térben. Csak ugye Svédország egy gazdag ország, Lengyelország az meg, megnyerte a szocializmust velünk együtt, úgyhogy hát úgy nézünk ki, ahogyan. Tehát ez egyelőre még nem látszik, de potenciális esélye Lengyelországnak van. És akkor így jutnánk el a magyar középhatalmi kérdésig, vagy pontosabban addig ahhoz a, a, a hatalmi kérdéshez, hogy mi van a Kárpátoktól délre. És akkor majd nem Európáról beszélünk, hanem Európának egy kitüntetett részéről, erről, a, a, amit tulajdonképpen a Balkán félsziget és ennek az északi peremén, hogy Magyarországban. Egyébként itt majd hogy Szlovákia, az hova fog ebbe az egész kérdésbe kerülni. A Csehország nem kérdés, az az északi, északi összefüggésrendszer, és Németország relációba értelmezhető. Tehát gyakorlatilag van a Kárpátoktól délre egy terület, ami elkezdik úgy, hogy Magyarország, a volt Jugoszlávia, a ja, Volvátország, Szerbia benne Boszniával, ettől délre egészen legörögországig. Na most itt ki fogja kitölteni a, a hatalmi űrt? Most tisztázunk valamit, mert miért még valaki azt mondaná, hogy ez egy kis ország lázálma, azért érdemes azt leszögezni, hogy a régi kommunista világrend szétesésével ezek a a státuszok is olyan szempontból megváltoztak, a lélekszámot tekintjük, ma a Magyarország lélekszáma, ami egyébként gyorsan fogy sajnos, az nagyobb, mint Szerbiáé, nagyobb, mint Ausztriáé, nagyobb, mint szlovéniái, nagyobb, mint Horvátországé, és nagyobb, mint Szlovákiáé. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Magyarországnak mi a státusza, akkor szerintem sokak számára meglepő, hogy öt olyan szomszédunk van, aminél, akiknél nagyobb kis Magyarország. Ez így van, tehát majd, majd, majd erre még visszatérhetünk a, a magára a, a, az egyéb paraméterekre, de itt két dologról van szó, mert ebben teljesen igazad van. Tehát azért álljon meg a menetet. tehát Magyarország nagyobb, mint Szlovákia, és, ezért, és ha már azt mondtad, hogy Magyarország fogy, hát akkor azért azt szeretném leszegezni, hogy Szlovákia vagy Horvátország demográfiai helyzete még rosszabb, mint a magyar. Tehát miközben most ugye Horvátországot állandóan, most, most mi meg, megkaptuk Bezzeg Románia helyett, Bezzeg Horvátországot bizonyos köröknek az elbeszélése szerint, hogy mer ottam most már euró van. Hát kérem szépen azért tisztázzuk a helyzetet, hogy Horvátország egy durván 5 millió 200 ezeres országról most már Hát hivatalosan 4,5 millió, de valójában egyébként azon nagyon erősen gondolkodnak, hogy vannak-e ott még egyáltalán 4 millióan. Hát ugye, ha beleszámoljuk a horvátokba, akik Ausztráliában élnek, Nyugaton élnek, Amerikában élnek, mert nagyon nagy a horvát diaszpóra, főleg a. a a törzsélek számokhoz képest? Egyrészt egy hatalmas diaszpora van, kettő pedig ne tévesztem meg senkit a, a Dalmát tengerpart, mert ott egyébként, a, amikor elmegy az ember mondjuk oda Split környékére, és attól délre, ott egyébként a munkavállalók jelentős része boszniai. Tehát az elzést te Boszniából és Hercegovinából jön. Tehát azért mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy ez mi az a Horvátország valójában. Nagyon érdekes, én ugye sokat jártam én is a tengerre, és e, egy kis faluba jártam, most a drágának hívják, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy görgei birtok volt valaha. És e, este, amikor már a, a nap kezdett lenyugodni, kijöttek az öreg emberek és az öreg asszonyok az utcára, presszókba leültek beszélgetni, és hogy beszéltek? Olaszul. Igen. Igen. Olaszul. Igen. Tehát azért Ö, ö, tulajdonképpen, hogyha most hogy a történelemről is beszélünk, hogy 1915-ben, amikor aláírják a szerződést, amivel Olaszország belép az első világháborúba, és Olaszország igényt tart a Dalmát tengerpartra, akkor egyébként az et, utána az ellet átkozva az a szerződés persze a jugoszláv időkben, de azért az alapvetően etnikailag nem volt egy megalapozatlan történet, mert a, a hegyek és a tenger közötti sávon ott egyébként, hogy Olaszul, Ola, gyakorlatilag mindenki tudott olaszul. Tehát azért ez nem volt egy, nem, nem, nem volt egy teljesen légből kapott ötlet Ö, Olaszország részéről, és nem kizárólag az imperializmus, vagy a nem tudom micsoda, amiket itt nem mondtak, aztán utána, 945 után okán, okán született ez a szerződés. De visszatérve a geográfiai helyzetre, Ö, és akkor egy nagyon messzi történetet hadd kell. el. 1920-ban ugye van nekünk egy tróni szerződésünk. A franciák aláíratják velünk, megtörténik Trianon. És mi történik a következő évben? Hát az történik, kérem szépen, hogy Clemenceau akkor átmenetileg nem miniszterelnök, és azonnal megjelenik egy másik francia társaság, akik kivel kezdenek el tárgyalni Magyarországgal. Ez az a paleológ lesz a, 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 Igen, a külügyi, külügyi, külügyi ö, ö, hogy azt, államtitkár, és kivelkeznek, Mert ránéznek a térképre, és azt megállapítják, hogy hát, jé, hát a Kárpátoktól a délre Magyarország van középen. Még mindig. Még mindig. És nagyon érdekes, hogy mit kérnek. Hát a, az államvasutaknak a, a konceszióját kérik, mert pontosan tudják, hogy Magyarország... Tehát nagyon szép dolog Szlovákia, nagyon szép dolog Románia, nagyon szép dolog Jugoszlávia. Na de hát könyörgöm, az, hogy ezek között kereskedelmi kapcsolat működik vagy nem működik, az valójában Magyarországon múlik. Mert hogy Magyarország az a fordító korong, ahogyan a korszakban már ezt többen megírták, amely, amelyik, tulajdonképpen az egész Kárpátoktól délre és a Balkántól északra eső területen gyakorlatilag meghatároz Ez van középen. Nem és... beszélve arról, hogy hogy ezek a vasútvonalak túlnyúltak Magyarország területén, akkor még egy élő, lélegző, szerves hálózat volt a magyar államvasutak és az egykori magyar államvasutak, hogy valamit meséljek a saját családom életéből, az én nagyapám, Blénesi János, Gyergyószentmiklóson egyszer egy kalandos kedvében felült a vonatra, és elment Bécsbe, és elvégezte a császári és királyi festőrajzoló, gipsz, öntő és szobrásziskolát. De hogy ment el? Felült Gyergyúszad Miklóson a vonatra, és el tudott jutni onnan Bécsbe, a déli körvasúton, meg mit tudom én, hogy hol, Székely körvasúton először. Igen. Székely kocsárdon szállt, apám ezt mindig elmondta. Ez volt akkor, Trianon után. Hát de jó, de elég ránézni egy autótérképre. Igen. Hát most hogy néz ki Igen. a világ? Igen. 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 Hát az, hogy valaki, valaki el akar jutni Erdélyből Nyugat-Európába, vagy el akar jutni a Balkánról Nyugat-Európába, persze jó, van egy ilyen mellékútvonal ezzel a Horvátországon keresztül, de alapvetően Magyarország az egy meghatározó, és itt erről van szó, hogy a világban ö, most megint felerősödött, vagy egyre többet gondolkodnak rajta, hogy hogy a geográfiai tények, azok meghatározzák a politikai tényezőket is. Ugye volt egy időszak az elmúlt húsz évben, különösen az elején, hogy a modern világban a repülés és a, a modern technológia, meg az internet, meg a virtuális, vagy stb, stb. 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 indiferensé teszi majd a, a geográfiai tényeket. Aztán kiderült, hogy nem. És most nem akarok messzire menni, mert, mert nagyon sok párhuzamot lehetne vonni, vonni de amikor Tim Marsa is megírja a könyveit erről, hogy, hogy, itt kérem szépen, a, a, a földrajz a modern világban is meghatározó probléma. Mert azzal mi, mindenféle tudunk csinálni. Mindenféle tudunk csinálni az interneten, mindenféle tudunk csinálni a kereskedelemben, mindenféle tudunk csinálni a repülőgépekkel, de azon a tényen, hogy a Kárpátokból eredő folyók, azok Magyarországon folynak keresztül, azzal nem fogunk tudni semmit csinálni. Azzal, hogy, hogy Kolozsvárról Bécsbe Magyarországon keresztül vezet az út, azzal nem tud csinálni senki Semmit. És ha fizikailag oda akar menni, akkor sajnos más útja nincsen. És... Vagy szerencsére. Szerencsére. Kinek, kinek hogy, de nekünk szerencsére. Tehát a, a helyzet az, hogy amikor ilyen típusú megjegyzéseket hallunk, akkor, az, akkor azt, az, azt tudomásul kell venni, hogy, hogy ez azon alapszik, hogy a geográfiai tények azok meghatározók. És megint előkerült ez a fajta gondolkodás, ismétlem, a világban is. És gyakorlatilag ez a fajta gondolkodás, tehát ez a fajta szemlélet, hogyha ebből indulok ki, akkor Magyarország egy térségnek a köz, közepén van, tetszik, nem tetszik. És én értem, hogy embereknek ez nem tetszik, hogy na de erre politikai koncepciót lehet építeni, és végre eljutottunk arra a felismerésre, hogy erre lehet egy politikai koncepciót építeni, és erre lehet egy külpolitikai koncepciót is építeni. Most a lélek számra érdemes még egy kör erejéig visszatérni, mert ugye a magyarság lélek száma csökken. Ugye a legutóbbi népszámlálás például Romániában 1,2 milliót miért, aztán azt nagyon sokan vitatják, meg hogy hol hány százalék a magyar. Kassán olvastam valahol, hogy három százalék valotta magát magyarnak ja. erre. Azt mondtam én cinikusan, vagy eléggé el nem ítélhető módon. Igen, most igen. Aztán, hogyha egyszer egy tengerész egy lovon belovagol, akkor az 25 százalék lenne. Tehát a, a geopolitikai erőterek azért az emberek önbevallását is befolyásolhatják. De nem is ide akartam kiukadni. hanem látjuk, hogy a horvátországi magyarságot, hogy meggyöngítette a háború. Most már 20 ezeren, ha lehetnek. Így van. E, és hát én ott éltem a szomszédban. Ukrajna. Hogy mi lesz Ukrajnával? Hányan maradnak Ukrajnában és hányan sem? Már a horvátországi lélek számot a háború nem csak a magyarokét csökkentette, hanem a horvátok. itt is, az előbb mondta ezt a számot. Tehát a Ukrajnában, hogy mi lesz a háború után, nem béke lesz, de hogy ki hány fővel birtokolja azt a területet, azt nem tudhatjuk. Ez az egyik. A másik ugye, hogy látjuk, hogy Jugoszlávia szétesése is, milyen folyamatokat indított el. Románia az egy külön szám szerintem. Egyszer ezt a miniszterelnök nagyon szépen levezette, hogy úgy mondjam, kevés a hadrafogható ember Romániában. A hadrafoghatót a munkaerő szempontjából mondta, vagy a állam szempontjából. Éven értékteremtő. De igen, ilyenkor van az, hogy amikor azt mondod, hogy hadrafogható, akkor azt nem hogy mindenki értenie kéne, de akkor direkt elkezdik, elkezdik félre magyarázni, félre akarják magyarázni. De bocsánat, Románia kapcsán egy dolgot azért hadd jegyezzek meg. A Románia az egy, hogyha, a, a geopolitikai közepes térségeket nézed, akkor az egy kettős könyvelésű ország. Mert egyik oldalról Erdély miatt benne van ebben a Kárpátoktól délre eső észak-balkáni geostratégiai térben, de a másik oldala viszont egy egészen más geostratégiai tér, ez a Fekete-tenger. És a Fekete-tengeri viszonyok, tehát, tehát az, hogy Bukarestben hogyan kell politizálni, az, hogy Konstancában mi lehetséges. A sokkal inkább a Fekete-tengeri térség viszonyai határozzák meg, és abban a pillanatban Romániának ebben a térségben igazából nem túl sok esélye van, mert olyan szereplőkkel kell játszania, mint Oroszország, Ukrajna, mert Ukrajna azért nagyon fontos tényező, és akármi is történik a háború végén, Ukrajna fontos tényező marad ebben a térségben, és Törökország. Na hát ezekkel azért Románia nincsen egy, egy, egy súlycsoportban és az, hogy a Fekete-tengeri térséget ki fogja meghatározni, itt az egész krími cirkusz az ebből indul ki, hogy akad a krím félsziget, hogyha gondolunk a térképre, hogyan belenyúlik a Fekete-tenger térségébe, gyakorlatilag az a, krímnek a birtoklása, és ez nem egy újdonság, hát nem véletlen, hogy 1853 és 56 között már folyt krímér egy háború a törökök és az oroszok között. Tehát a, a, ez egy, ez, egy, ez egy 200 éves felismerés, hogy a fekete tenger térségét alapvetően a krímet birtokló állam határozza meg, ezért zajlik egyébként többek között, ezért is foglalták el az oroszok krímet annak idején, már 14-ben, és ezért is zajlik ez a háború. Tehát azért mondom, hogy vigyázni kell, mert a román politikának mindig két fele kell figyelnie. Az egyik a fekete tengeri térség, a másik a közép-európai térség, és innentől fölfelé az ereje eleve egy megosztott erő. És a közepén pedig van egy másfél milliós magyarság, amelyik román szempontból nem tekinthető államalkotó nemzetnek, népességnek. Hát ezt, 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 a dolgot, ezt ők húzták magukra, tehát ezt a dolgot, ezt ők húzták magukra, mert a, de, gyakorlatilag deklarálták rögtön az elején, hogy nem tekintik annak, mert egy olyan, olyan állam koncepciót építettek föl, amiben eleve ők kitolták ezt a székelységet ebből a dologból, majd utána megsértődtek, amikor a székelyek meg azt mondták, hogy hát ha nem, akkor nem, köszönjük szépen, hát most mi nem fogunk egy olyan szekér után futni, ami nem akar minket fölvenni. Nem is túl kényelmes ez a szekér. Nem, meg, meg, millió probléma van ezzel a szekérrel, csak azért mondom, hogy amikor arról beszél valaki mondjuk ennek a, a, a középhatalmi koncepció kapcsán, hogy ez valami lázálomszerű vízió, akkor az a helyzet, hogy a tények, sem a geográfiai tények, sem a demográfiai tények, azok nem azt mutatják, hogy ez egy légből kapott vízió. És hogyha már Romániáról beszélünk, azért egy dolgot ne felejtsünk el, ugye népszállalást említettet, hát most megint kimutatták, hogy van 19 millió lakója Romániának, két dolgot azért hadd mondjak el. Egy pár évvel ezelőtt, nem egy másfél évvel ezelőtt volt ebből egy hatalmas cirkusz, amikor a román külügyi államtitkár azt mondta, hogy hát 8 millió román él, román állampolgár él Románia határán kívül. Na most ha 19-ből levonom a 8-at, akkor ott már baj van. Ö, lehet, hogy egy eltúzott szám volt, kapott is érte egyébként Bukarestbe hideget, meleget, csak hát Magyarországon nem nagyon szoktuk figyelni a román sajtót, de azért nagyon érdekes szövegek jelentek ott meg, és akkor ezért elküldték őt melegebb éghajlatra. Kettő pedig egy másik statisztikára szeretném fölhívni a figyelmet, illetve két másik statisztikára. Az egyik az az, hogy ö, ez egy szintén két évvel ezelőtti statisztika, ahol kiderült, hogy a román állampolgárságú gyermekek fele, nem Romániában születik. Tehát valahol Nyugat-Európában csak még beregisztrálja a gyereket, hogy legyen neki román állampolgársága. Na most, hogy ez Katalóniából mennyit fog érni, azt majd meglátjuk távlatilag. Hát van még egy dolog, amit kerülgetünk mindig, mint a forrókását, hogy jelentős számú cigányság él Romániában. Akinek, akiknek az identitása, nem tudjuk pontosan, hogy milyen. Egyébként magyarul beszélnek sokan közülük, és ugye ez a, ez a cigányság, ez valahol a Kárpátok és a magyar határ között van, párciumban, ahogy tetszik, jó részük. Na most hát most hova számoljuk őket? Túlját, az, Hát ez, 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 ez egyébként ez, ez lokális szinten általában kiszokott szokott derülni, mert például Bánfi Hunyadon a magyar, magyar iskolát az, 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 az úgy maradt meg hogy pont a, a Bánfűnyad környéki cigányságot győzködték a románok, hogy nem kell magyar iskolák, mert mondták, hogy inkább szeretnek egy magyar iskolát, és akkor a végén, végén ebből, ebből kisült egy, tehát így megmondani, tehát a lokális szinteken az nagyon sokszor kiderül, hogy, hogy, hogy igazából hova húz ez a, a csoport. Hát, Emlékszünk a, a Marosvásárhelyi összecsapásra, amikor az volt a szlogán, hogy ne féljetek, magyarok jönnek a cigányok. Így van, így van. Tehát azért mondom, hogy ez egy nagyon komplex és nagyon bonyolult történet, hogy ebből mi fog kisülni, de még egy harmadik dolgot, ha már Romániáról beszélgetünk, akkor a harmadik dolgot hadd mondjak el, nem akarom mutatni a hallgatók a statisztikai adatokkal, de most, hogy a Brexit miatt ugye a nagy britanniába kellett kérni a tartózkodási engedélyt. És ugye mindenki magyarázta, hogy akkor hány millió magyar él Angliába, aztán utána kiderült, hogy egy frász, tehát 150 ezeren, 160 ezer kérték a tartózkodási engedélyt, viszont több mint egy millió román állampolgár. Több mint egy millió román állampolgár, hát a közöttük vannak azért székelyek is szép számmal, de, de, de tulajdonképpen akkor kiderült, hogy, hogy milyen hatalmas ez a ez, a, és ez és, ez, a ez a románság. És akkor nem beszéltünk azokról, akik mondjuk Spanyolországban, Olaszországban, Dél-Franciaországban rengetegen vannak, ahol ugyanállásul nyelvileg abszolút tudnak asszimilálódni, tehát hogy, 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 mi, a, mi a távlat ennek a történetnek, az, 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 az ebből a szempontból még románi esetében is egy nyitott kérdés. Na most ezt szépen megbeszéltük ezeket a lélekszám ügyeket, de hogy néz neki ez a középhatalmi státusz? Ugye azt azért azt tisztázzuk, hogy mi tagjai vagyunk a nato és tagjai vagyunk az Európai Uniónak. Na most ez egy, mondjuk így, hogy erős szövetségi rendszer. Mi aztán magyarok tudjuk, hogy hány helyen recsegropok az erezték, és időnként a nyakunkba szakad. De hát azért mégiscsak mi ennek a két rendszernek a küdött tagjai vagyunk, akkor hol van itt a középhatalom? Kivel szemben jön létre egy középhatalom? Ezen a szövetségen belül, vagy kívül? Mert egy ilyen megfogalmazás, hogy középhatalmi státusz itt, ahol élünk, akár azt is jelentheti, vagy bele lehet magyarázni, mindegy, hogy most hogy fogalmazunk, hogy ki akarunk ebből lépni. Ebből a nem is annyira a nato de az unióból. A, a helyzet az, hogy hogy miután a világban ma már a, tény, a, a tényeket, azokat szeretjük elfejteni, mert mindenkinek mindenről van véleménye természetesen, egyre inkább elmegyünk az ilyen típusú megfontolásokba, és akkor majd a biztos azt gondolja, hogy hát kérem szépen, ha már itt tartunk, mondod a NATO-t. Arról beszéltem az előbb, hogy a Fekete-tenger térségében Törökország meghatározó hatalom. De ez nem jelenti azt, hogy ő ki akarna lépni a nato -ból. Sőt, senki nem gondolja azt, hogy ki akarna lépni a NATO-ból. Lengyelország, a Balti-tenger, hogyha elképzelünk egy ilyen kockát, mondjuk a közepén balti tenger van a szélén, meg ezek az államok, teljesen nyilvánvaló, hogy Lengyelország ugyanúgy az Európai Unió tagjaként és a NATO tagjaként fog ö, ö, középhatalmi státuszra szert mert hát ott van Észtország, Lettország, Litvánia, mindegyik sokkal kisebb ország, mint ő, ott van Svédország, amely gazdagabb, de egyébként lélekszámát tekintve kisebb, és egyébként nagyon-nagyon sok belső, egy, egyre több belső konfliktussal ö, küzd, ö, ott van Finnország, ami szintén egy kicsi állam, tehát Tulajdonképpen az a helyzet, hogy a lengyeleknek egy nagyon jó esélye van arra, hogy ők legyenek azok, amelyek, amely felé orientálódnak ezek az országok. Megnyerjék azt a háborút, <laughs> amit a 13. században indítottak. Így van, így van, egyébként így van. A kérdés, hogy csak vigyáznék ezekkel a párzomokkal, a 13. századi háborút az végeredményben a, a, a németek nyerték meg. Na most hát a, a német lovagrend azért az elbalagot és csinált egy Kelet Poroszországot, és a másik oldalon pedig, amikor már a, a, a 16-17. századon pedig az oroszok. Jó, ja, akkor maradjunk a magyar-lengyel királyságnál. Úgyhogy. Hát nem, nézd, egy, egy, egy lengyel-litván unió, az azért nagyon komolyan hozzá tudna járulni egy ilyen típusú, ilyen típusú koncepciónak az érvényeséséhez, de teljesen nyilván ez nem jelenti azt, hogy ki kell lépni az unióból, vagy ki akarna lépni az unióból. De egyszerűen ő lesz az orientációs pont. Tehát ugye a balti államokban szokták mondani, az egy kicsit tréfásan, hogy hát mi történik, hogyha baj van. Hát észtekedik, fölhívták mindig Helsinkit. A litvánok azok mindig fölhívták Varsót. A lettek meg összehívták a törzsi tanácsot. Tehát ez volt a, ez, ezt mondták viccesen. Ez, ö, tehát, hogy, 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 mit teszünk ilyenkor? Hát az, a, a helyzet az, hogy teljesen egyértelmű, és egyébként ez a, ez, a, ez a borzalmas konfliktus, ami kialakult, hogy Oroszország így agresszorként fölép Ukrajnába, ez sajnos a, 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 ez egy, ez egy háború, a lengyel szempontból abba az irányba tolja az eseményeket, hogy, 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 igenis ő legyen például a három balti állam számára a meghatározó orientációs pont. Egy orientációs pontokról beszélünk, nem arról, hogy akkor ki kell lépni az Unióból, még kéne kilépni az Unióból. És ráadásul, hogyha megnézed a Visegrádi államoknak a fejlődését, mármint ennek a koncepciónak a fejlődését, akkor, akkor azt lehet látni, hogy még az még a, a ukrajnai háború kitörése előtt már ott tartottunk, hogy akkor V4 pluszt kell csinálni, és jelentkeztek a románok, hogy azért ők szeretnének ebbe valahogy részt venni, horvátok és az osztrákok. Mert azért egy félrejtés ne esik. Most ez a háború, ez rengeteg konfliktust zárójelbe tesz. De azért én még emlékszem arra, amikor jövőm tíz évvel ezelőtt, még Prágában, az volt az egyes számú félelem, hogy, hogy, hogy kvázi hogyan eszi meg Csehországot Németország. Most ez a probléma nem múlt el, hogy Csehország, ami be van ékelve Németországba, gazdaságilag Németország függvénye, geográfilag geográfiailag be van, beékelődött helyzetben van. Nem véletlen volt a német-római birodalomnak az egyik választófejedelme a cseh király. Tehát ezek a történet... volt az a Virégen, az Pontosan, pontosan, sőt, egyébként egy kiemelt jelentőségű, mert az egyetlen olyan király volt, aki választó, fejede, választó ö, jogosultságú, és egyben német-római császár is lehet. De ezek a történeti mintázatok, ezek nem véletlen alakultak ki akkor sem. Tehát ez nem, ezek nem, 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 véletlen balesetek. Na most sem. És azért mondjuk Csehországban nagyon-nagyon komolyan fölmerül az a, fölmerült annak a félelme 1990 után. Én még emlékszem, mondom, most éppen nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy Németország egyszerűen nyilván nem arról beszél, hogy elfoglalja, tehát hagyjuk ezeket az ilyen típusokat, egyszerűen, egyszerűen felemészti Csehországot. Azon mosolygok közben, hogy itt volt egy fél mondatod, hogy hát Ausztria is, Ausztria is a vénégyek felé tendál, hogy ez az ország, amely táncolva, dalolva, örömkönnyekkel a szemében széldült bele a hitleri Németországba. A történelemkönyv szégyelősen Anschlussnak hívja ezt a dolgot, de hát hogy olyan népszavazás előzte meg, ahol ahol 90 százalék volt, vagy mit hát az, én. már, az, de azt már Hitler rendezte. Én jó, Hitler rendezte. Jó, oké, akkor felejtsük ezt el. De hát őrzik a fényképek, a filmek, az emlékezet, az európai emlékezet, hogy az osztrákok e, milyen boldogok voltak, hogy a hitleri Németország részesei lehettek. Na most e helyről csókoltatom őket, most megjönnének ide, jöjjenek. Csak tegyék a sudba a gőgös, még a Habsburg nagy képűségüket, ha lehet. Hát, ö, a, teljesen, egy, egyrészt teljesen igazad van, másrészt azért két dolgot hadd mondjak el erről. Ez egyik az az, hogy ma a 38 ban az Anstusz bekövetkezik. Előtte az osztrák kancellár elmegy Londonba. És borzasztó érdekes nyilatkozatokat tesz, mert akkor az osztrák kancellár a Susniga arról beszél, hogy Habsburg restauráció az nem egy lezárt kérdés. De miért akarnak Habsburg restaurációt? De miért gondolkodnak ebbe? Az osztrák elitnek egy jelentős része. Azért, mert hogyha Habsburg uralkodót kap Ausztria, akkor nem lehet Anschluss csinálni. Igen. De hogyha abzurgalkodót kap Ausztria, akkor automatikusan jönnek a magyarok a, a korszakban. Tehát ez, ez azért egy nagyon-nagyon fontos megjegyzés, hogy, bocsánat, történetleg, hogy azért ott, ott a, a, az emberek akkor beleszédültek, ahogy mondtad, Hitler kar, karjaiba, Ö, de a karmaiba is mondhatjuk. A karmaiba így? is, igen. Ö, és aztán utána, utána megkapták a magukét szerencsétlenek, tehát én nem, nem őket ezért, de, de, de hogy az osztrák elitben abban volt egy másik koncepció, és a kurcnak a, a, távozása azért problémás, mert a kurc ezt értette. Na most a, azért a második világháború után a vesztes országok közül ők jöttek ki legjobban ebből a dologból, főleg ami után az oroszok kivonultak onnan. De csak visszatérve még egy dologra itt a dinasztikus ügyekre, hogy a Habsburgokat vissza. Ugyanakkor Németország, hogyha a, a dinasztikus kapcsolatokat nézzük, akkor Németország a Romanovokkal volt dinasztikus kapcsolatokban, független attól, hogy szerencsétleneket lelövöldözték egy pincébe az utolsókat. Te Németország és Oroszország között dinasztikus kapcsolat volt. Ö, ebben igazad van, csak itt, itt szólt közben a geostratégia. Hát itt, 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 tehát, hogyha most most ugye, amikor Lengyelországról beszéltem, akkor a balti térség. Ugye azt mondtuk, hogy van egy fekete tengeri térség, van ugye ez a Észak-Balkántól kezdődő, mondjuk egy balkáni térség, ebben egyébként, eb, ugye ebben van Magyarország benne. Ugye Magyarország nem, ne, nem szeretjük balkáni országként definiálni, de azért hadd tegyem hozzá, hogy az Egyesült Államokban egyébként Magyarországot a Balkánhoz sorolják. Ö, és. Akkor meg én is tudnék mondani, hogy mi hova soroljuk ő, őket. Abba, de, de nem, nem, nem. Ők nem kulturálisan, hanem pont a geostratégia. Ha viszont fölemeled a. a, a, a tehát egy, egy nagyobb dimenzióban nézed, akkor már egy európai geostratégiai probléma halmaz. És ugye ennek az EU, most nem akarom az egészet végigmenni azon, hogy, hogy Spanyolország az miért Marokkóval foglalkozik, és miért Marokkó probléma, de hogyha fölemeled ezt egy nagyobb, nagyobb szintre, akkor azt látod, hogy van egy középtérség, ez Németország, és ebben a, ennek a Németországnak nincsen más választása, mint az Oroszországgal való együttműködés. Hát ezért van az, hogy most már Németországban is elkezdik azt mondani, hogy igen, Oroszország agresszor, agresszort meg kell állítani, ez nagyon fontos. De azért, amit mondt, múltkor a katári olajminiszter nyilatkozta el pár nappal ezelőtt magát, és mondja azt, hogy hát az európai országok úgyis az olaj és gázügyben vissza fognak majd kullogni Oroszországhoz. Mert nincs más választásuk. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag, gyakorlatilag ez egy nagyobb, nagyobb geostratégiai, tér és játszma, amelynek egyébként egy ilyen közepes méretű leágazása ez, a, az, az, ahol Magyarország van. És Magyarországnak ilyen szempontból, tehát geográfiai szempontból, ö, etnik, tehát a, 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 demográfiai szempontból minden, minden lehetősége megvan arra, hogy, hogy, hogy potenciálisan ezt a dolgot, ezt végrehajtsa. A kérdés az az, hogy hajlandók vagyunk-e dolgozni rajta, és nem csak fönt politikailag, hanem úgy, hogy mindenki tudja azt a maga pontján, hogy ő mit tesz ehhez hozzá. Most egyébként pedig, hogy, hogy visszamennek Oroszországhoz, vagy akármi is, ugye az olajvezetékekhez, meg a gázhoz. Azon gondolkoztam, hogy olvasni lehet, hogy Magyarország alatt azért még vannak jelentős gáz- és olajkészletek Alföldön, itt ott nem hallok arról, hogy az elmúlt két évben mióta energiaválság van, mi a nagyon komoly erőfeszítéseket tettünk volna ezeknek a föltárására. Ha tettünk és csöndben vagyunk, akkor jó tettük, de, de én ezt pedig azért a molba van kraft, hogy úgy mondjam. Azért van benne kakaó, vagy mondták régen az üzemanyagra és mégis csönd van, vagyis én ezt olvasom ki ebből, egyrészt, hogy nem tudunk mindent, ami történik, másrészt pedig a MOL is arra készül, hogy vissza fogunk térni az olaj, orosz olajhoz és gázhoz. Én sajnos ehhez eh nem tudok hozzászólni, hogy most akkor a MOL az mire készül, Vannak, van annak egy vezetése, és hál' Istennek nem az embernek kell meg, megoldani minden problémát. Tehát sok olyan dologról beszélünk, uh, ami nem ami, én, amit nem jól tudunk meg Amit pontosan, pontosan, nem, igazából én én, én én most, bocsánat, egy történeti dimenzióban ö, próbálom ezt az egészet nézni, magam részére történészként több, több mint 25, most már lassan 25 éve vagyok a a Katolikus Egyetemen, tehát ott, ott tanítok, tehát én történészként tudom ezt nézni, és történészként viszont azt tudom, két dolgot tudok állítani, az egyik az az, hogy a geostratégiai problémák, azok meghatározó a geostratégiai térben, Magyarország ebben a térben mindig is egy középhatalmi pozícióban volt történetileg. Amikor nem, amikor például azt mondod, hogy a Habsburgok voltak ebben a középhatalmi, de miért válhattak azzá? Mert Magyarországot megszerezték. És egyébként, egyébként hadd hozzá, egyébként a lengyel-magyar, ugye mostanában szoktam mondani, hogy akkor eltávolodtak, és ez nem igazán így van, nem távolodott el annyira ez a két ország, hogy itt sidatni kellene a lengyel-magyar barátságot, de hogy mi, ö, már a háború előtt is egy csomó probléma kölcsönösen érthetetlen volt egymás számára. Pontosan azért, mert a geostratégiai, eltérő geostratégiai kistérség, amelyben vagyunk, az, az ö, ö, olyan konfliktusokat hordozott, amelyek másik szempontjából érthetetlen. Mondok egy nagyon konkrét példát. Lengyelek nem értették azt, hogy nekünk mi a bajunk ezzel a balkáni dologgal. Hát azért, mert, 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 mert hogyha megnézed a magyar történelmet, akkor az Árpádoktól kezdve Magyarországot, a Balkánról, a Balkán, Balkán, ha a Balkán zűrzavaros volt, akkor nekünk az nem volt jó tehát magyarán nekünk azt a területet kontrollálni kellett. Na most nyilvánvalóan mondjuk 1200-ban vagy 1100-ban ez a kontrollálás, ez más jelent, mint ma. Hát nem szabad összekeverni a dolgokat egymással. Na most elhangzott itt egy név, MOL, és hogyha a középhatalmi álmokról vagy stratégiáról beszélünk, akkor tulajdonképpen az egészet akár le lehet modellezni a Molot, a magyar olajipari cégen, amelyik ugye Szlovákiában megvetette a lábát, Horvátországban is ismerjük a történetet, hogy per van, meg, meg harag, ha romlott a viszony, akkor emiatt romlott, de egyéb iránt most nem tudom, itt van-e már, de jön a, a horvát államfő, és nagyon szépeket mondott. Magyarországról, és elő se került ez a MOL, de az is meg fog oldódni egyébként persze. De tehát a MOL egy középhatalmi cég, ha úgy, ha úgy vesszük itt, közép-európában. Tehát a MOL-ból kiindulva lehet -e modellezni egy politikai szövetséget? szerintem határozottan lehet, és akkor megint, megint, megint a történelmet hívjuk segítségül, jó? a két világháború közötti Magyarországról mindig elmondjuk, hogy jaj, mert Trianon után szegény volt, és ilyen volt, és olyan volt. Most nem volt a 30-as évekre nem volt az annyira szegény. nem azt mondtam, hogy tökéletes volt, tehát a ilyet nem állítok, de ettől függetlenül az, az szépen föl, Szépen összeszedte magát ez az ország. Az a kis ország. Az a kicsi ország. Az a kicsi ország, és azért egyébként, hogy ha abba belegondolunk, hogy, hogy, hogy repülőgépet tudtunk gyártani a második világháború lehet, hogy nem egy első kategóriás, de azért tudtunk, azért mégiscsak a technológiai szinten is, meg egy csomó szempontból a magyar gazdaságot felhozták. Na most mi, hova akarok ide ki, kiukadni? Hát oda kérlek szépen, hogy a, hogy a balkáni térségben a pengő, a pengő számított a tartalékvalutának. Uh -huh. Tehát kis térségben, nem európai szinten, de Szerbiában, Jugoszláviában, Romániában, ha valaki el akarta tenni a pénzét, akkor az pengőben Ez Nagyon érdekes, mert ez úgy feledésbe is merült. Ö, igen, és egyébként, amikor a, a rákosiék azok ö, teljesen mesterségesen föltornázzák az inflációt 45-46-ban, az nem csak azért, azért kell, hogy Magyarországon a középosztályt lemészárolják, gazdaságilag, hanem azért is, hogy a környező országok középosztályát lemészárolják. Ugye a csekkorona volt az egyedüli alternatíva, tehát ez, a, ez volt a két stabil pénz, a pengő, meg a csekkorona. Na most az a helyzet, tehát, hogy, hogy, hogy igen, tehát, hogy ennek van egy, van, tehát van egy ilyen típusú, ö, ö, tehát az energetikai szektor, és a másik, amin a kulcskérés, ez a bankszektor mert a modern világban le, jól lehet látni, hogy ez a két olyan ágazat van, amelyik az összes többit is meghatározza. És bocsánatot kérlek csak ez egy fél mondatot, mert itt a Miniszterelnök szavai, úr szavainak a leg, egyik legnagyobb kritikus, a Jeszenszki Géza lett, aki itt hirtelen elmondta, hogy most akkor itt nem hogyan kell gondolni a dolgot. Most az, hogy a le, volt külügyminiszter. Volt külügyminiszter ugye még az MDF korszakból. Hát azért két dolgot az, hadd mondjak el. Az egyik az az, hogy lehet látni, hogy hát mennyire fantáziátlan és elképzelés nélküli volt az a kormányzás. És hogyha van valami történelmi bűne egyébként az én szememben a, a annak a 90 utáni korszaknak azzal jut, hogy megértem, milyen nehézségekkel álltak szembe az akkori politikusok, akkor pontosan az, hogy a gazdasági oldalon a brendek eltűntek. Tehát, a, tehát egy Icarusból, egy a modern világban ez egy meghatározó dolog, hogy brendjeid legyenek, saját branded, márkád, ikarusz, rába. Gons, tehát, hogy legyenek ilyen nagy ilyen nevek. De, de a kínaiaknak sincs. Hát azért, hogy azt mondom, hogy Huawei, akkor azért az az informatikában ma úgy néz ki, amikor... Hát amikor a, de most az, én autóban autóba hát autóban nem, de, 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 például amikor, tehát amikor azt mondják, a svéd, tehát az Ericsson, Ericsson, mint svéd globális vállalat vezetése azért szól a svéd kormánynak, hogy most a kínaiaknak a piszkálását fejezze be, mert hogyha a kínaiak nem adnak az Ericssonnak megrendelést, akkor gyakorlatilag lehet, hogy le kell húzni a ledönt, ez egy ilyen egy éves, egy másfél évvel ezelőtti történet, akkor azért, akkor azért ott, ott kiderül hogy már vannak. Most lehet, hogy az autóiparban pont a kínaiaknak nincsen, de egy csomó helyen nekünk se feltétlenül abba kell nyomulni, vagy csak abba kell nyomulni, hanem az az alapvető probléma, hogy a brendeket, a brand, nincsenek jó brendjeink, brendeket kell építeni ahhoz, és ez ebből a szempontból nagyon-nagyon jó a példád a mollal, hogy brendet kell építeni, amelyik gyakorlatilag a környező országokban is tud működni, és azt lehet mondani, hogy na ez Magyarország. Ja, tudok mondani még egy rendet a Magyar Nemzeti Bank. <laughs> Igen. 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 Vagy, tehát azért, azért azért, még a magyar pénzvilág inkább így fogalmazok, amelyeknek az erős pozíciói vannak, OTP például. Van, így van, így van. van talán így talán még van. jobb példa. Így van. Na most nagyjából elejeztük ezt a, ezt a középhatalmi dolgot, tehát először, először is végigmentünk száz éven hogy a múltban ezek hogy történtek. Nagyon érdekes volt számomra is ezek így, ahogy előhoztál itt dolgokat, és szinte új megvilágításba kerültek, ismertnek hitt események, vagy földolgozottnak hitt események. Tehát politikailag most már látjuk ezt a dolgot, főleg a múltba ágyozva. Hogy néz ki majd, hogy néz neki, ez gyakorlatilag. Tehát Közép-Európa fővárosa lesz, Budapest, vagy még több e, ilyen középhatalmi, gazdasági, pénzügyi projekt lesz? Vagy, vagy, vagy mi lesz? Meddig fogják ezt respektálni, ezt a magyar koncepciót a szerbek, a horvátok, a szlovének, az osztrákok, akiket egyébként felsoroltunk, hogy hogy csökkent a népességük, és ilyen szempontból valamelyest az erejük is. Na de azért. Politikai Csak lab... Még egy mondat, Gocsia. hogy azért, ha ezek akár a kisantantban is összetömerülhetnek, főleg a. Hát a, el, a ez, ez a politikai feladat, hogy ne tömörüljenek össze. Ez az első. A második rész, a, a mol inna történetnek a gazdasági részét azt én nem tudom kommentálni. A politikai üzenetét értem. Hát pontosan ez a baj. Hát ez, innen kezdődik a dolog, hogy na nehogy már akkor a mol. Jusson ebbe a helyzetbe. Nézd, az a helyzet, hogy az a kérdés, hogy meg tudjuk-e oldani ezt a ö, játszmát, le tudjuk-e játszani ezt a játszmát úgy, hogy a másiknak ne nagyon legyen más választása. Szerintem, szerintem ez... az Adriai-Magyar kikötőért se lelkesednek annyira? Igen, de a végén akkor de jó, de ettől függetlenül a tulajdonjog az a római jog óta egy alapvető meghatározó eleme a világnak. Ez az egyik, amit akartam mondani. A másik, amikor azt mondod, hogy azért egy dolgot ne felejtsünk el, hogy Berlin és Moszkva között tulajdonképpen két igazán jelentős méretű város van. A Budapest és Varsó. Budapest és Varsó. Akármit csinálunk. Tehát a nagyváradról el akarok repülni. Amerikába, vagy bárhova a világba, akkor, akkor, Budapest közelebb van, mint Bukarest. Tehát azért mondom, ezt csak azért mondom el, hogy, hogy, hogy Kassáról el akarok menni, akkor egyszerűbben eljutok Budapestre, és uh, tehát, hogy egy csomó olyan, olyan... Azoniból az... könnyebb eljutni Magyarországon keresztül kassára? Uh, igen, tehát uh, ugye itt, 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 itt most beszéltünk a MOL-ról, meg beszéltünk az OTP-ről, ugye ez, az energetika és a, a, a bankszektor az borzasztóan fontos. A második, az in, a infrastruktúra és a, a digitális infrastruktúra. Tehát ez a, ez a kérdés. Nem véletlen egyébként, hogyha megnézed például a, a lengyelek, meg a csehek, mennyit, ö, ö, hogyan fejlesztik fel a, a, az internetes kereskedelmüket, hogy ők legyenek azok, akik meghatározzák ezeket a, ezeket a, a piaci szegmenseket. Úgyhogy gyakorlatilag itt az a kérdés, hogy meg tudjuk-e találni ezeket a, a modern világhoz illeszkedő ö, ö, elemeket, és ezeket föl tudjuk-e építeni. Ö, Úgyhogy ilyen értelemben én nem, én, 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 én messzem, van, nyilván vannak a, 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 projektnek vannak veszélyei, meg vannak nehézségei, de a nehézségek arra vannak, hogy legyőzzük őket, a veszélyek meg arra, hogy elkerüljük őket. Na most vég egy dolgot nem említettünk zárajelve, hogy ezekkel az országokkal mi egy katonai védelmi rendszer tagjai vagyunk, tehát akár azt is mondhatjuk, hogy közös hadseregünk van. Abszolút, tehát hogy, hogy igen, és amit mondtad az Uniót, meg a nato ez is egy nagyon fontos eleme a dolognak, hogy azért mi, mi, egy, mi egy olyan rendszeren belül vagyunk ezekkel az országokkal együtt, ami őket is korlátozza. Tehát azért azt nem lehet akármit csinálni, tehát hogy amikor valaki mondjuk kitalálná, hogy az OTP-t kiszorítja, nem tudom én honnan, hát azért ez nem fogan egyszerűen menni, mert azért mégiscsak van egy nemzetközi jog, amivel milyenféle problémák vannak időnként, de ettől függetlenül azért ez minket is véd. És nem véletlen, most pont a héten volt hír, hogy a, hogy, hogy a MOL Szlovákiában választott bíróság elé fog menni a problémáival, és azért olyankor mondani kell valamit. Na most akkor mi lesz? Tehát meghirdette a magyar kormány azt a programot, mert erről van szó. Egy középhatalmi programot hirdetett meg, nem akárki hirdette meg, nem kiszivárogtatás volt, hanem a magyar miniszterelnök, akinél autentikusabb személy arra, hogy egy ilyen programot komolyan megkérdesse, Nincs. Mi fog történni? Ettől jobban szeretnek bennünket a szomszédok, vagy kevésbé szeretnek jobban. Meddig lehet feszíteni ezt a hurt. Erre még van 5 percünk. Csaba, én nem vagyok jós. Tehát nem vagyok jós. Megmondom őszintén. Bírnám hogy... pedig. Tehát, én én, én jó, jó lenne, nem biztos, hogy jó lenne, én nem vagyok jós. Én azt nem tudom, ez az egyik fel a válasznak. A másik az, hogy nem akarom megkerülni. Csak... Érdek, tehát hogy mondjam. nekünk nem azzal kell foglalkozni, hogy majd ki mit szól hozzá hanem azt kell ebben megérteni végre, hogy az, mert, hú, bocsánat, akkor egy fél mondattal ugorjunk vissza. 1990-ben a világ, az, világo, tehát világos volt a cél. Bemegyünk az Európai Unióba, bemegyünk a nato a 90-es éveknek a céljai ilyen szempontból világosak voltak, tulajdonképpen magyar politikusnak nem kellett gondolkodni. Ma a világ, hát eljutott a, a problémák korába, gyakorlatilag nem tudjuk, hogy ezekből mi lesz, ezekből a rendszerekből. Itt azt kell tudnunk nekünk, hogy megvan hirdetve, hogy van egy olyan koncepció, amely értelmet ad annak, hogy miért akarok egy szálloda iparban dolgozó, miért akar előre jutni, egy informatikai cég miért akar még nagyobb piacot szerezni, egy, egy magyar vállalkozó, aki mondjuk nem tudom, építőiparral foglalkozik, miért akar még nagyobb céget építeni magának? Tehát, hogy itt nem öncélú ez az egész történet. Az, amit dolgozunk reggel, ez nem öncélú, hanem az ilyen értelemben egy irányba mutató valami. Egy, egy irányba haladunk. Itt van jövőkép, van jövőkép, nehézségek mindig lesznek, van jövő, de ez a jövőképhez kell tulajdonképpen, ha, úgy tetszik mindenkinek a magáét beletenni, és nem egy öncélú életünk van, hanem van egy olyan, feladatunk, amit, amit, amit végre lehet hajtani, és végre kellene hajtani. Na most ugye ráadásul, és talán a zárszónak jó is, vagy záró gondolatnak, hogy mondhatjuk azt, hogy talán soha nem volt olyan jó a viszonyunk a szomszédainkkal, mint most, minden zökkenővel együtt. Így van. Tehát a, a, a molinával együtt, a, hogy a szlovákokkal néha oh. vannak valami szemantikai csörténk, hogy így mondjam, hogy ukránok most nem szeretnek bennünket, mert úgy érzik, hogy nem vagyunk elég lelkesek, nem támogatjuk eléggé az ő háborújukat, de minden ilyen csörte el fog múlni. Tehát a békét kell modellálnunk, Modelleznünk, és akkor azt mondhatjuk, hogy tényleg nem volt ilyen jó a viszonyunk talán soha a vagy a monarchia óta. Így van. Így és van. azért ez mégiscsak mondjuk ki, Orbán Viktor politikájának köszönhető. Valóban. Ö, tulajdonképpen a problémák ellenére egyébként egy békés világ vesz minket körül, a szűkebb környezetünkben, veszélyeink mindig vannak, problémák mindig lesznek, de valójában az a helyzet, hogy van egy középtávú cél, ami túlmutat a mi saját életünkön, most majdnem mondtam egy jelzőt, hogy mit szoktak ilyenkor mondani Pestésen, de a mi saját életünkön ezt kell fölépíteni. Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, a farkas verem. Mai műsorának vendége volt Ötvös István történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja, és a, miről beszélgettünk, ami most egyébként e, kúrhens téma, hogy úgy mondjam, Magyarország, mint középhatalom, egy kis ország középhatalmi céljai, mondják, akik ezt lebecsülik, és egyébként pedig e, akik nem becsülik le, azok azt mondják, hogy Magyarország elfoglalja a méltó helyét ebbe a térségbe. Köszönöm figyelmüket, Berénesi Csabát hallották.